jutottunk, hogy ezek hátráltatják, sőt, néhol lehetetlenné teszik a sportegyesületek működését, sportolóink felkészülését. Emellett utolsó pillanatban vagyunk a tekintetben is, hogy a hazai sportegyesületek tucatjai szűnnek meg hétről hétre, hónapról hónapra. Az a helyzet, hogy az önkormányzatok olyan nehéz gazdasági helyzetbe kerültek, márpedig tisztelt képviselőtársaim, mindannyian tudjuk, hogy a sportegyesületek fenntartói között a legnagyobb részt az önkormányzatok vállalják, amíg a nemzeti sportköltségvetésben a sporttámogatások aránya nem teszi ki a költségvetés két tized százalékát sem, addig az önkormányzatoknál ez az arány 2 és 4% között van. Tehát az önkormányzatok nehéz helyzete miatt ellehetetlenül és határára kerültek a sportegyesületek, ebben is jelentős változásra van szükség, és többek között jelentős és azonnali lépésekre van szükség az általános iskola és a diáksport megmentése érdekében is. Tehát ezek azok az indokok, amelyek alapján azt gondoltuk, hogy nem várhatunk, mert minden perc, amit halogatunk, az végzetes veszteség a sport és a magyar társadalom számára egyaránt. Szeretném megköszönni azoknak a képviselőtársaimnak a hozzászólását, akik a bizottságüléseken az általános vitára történő alkalmasság tekintetében elmondták észrevételeiket, és külön szeretném megköszönni a parlamenti pártok frakcióvezetőinek támogatását, amelyet a házbizottságon és annak következtében a mai plenáris ülésen is megtettek, amelynek köszönhetően a házszabálytól való eltéréssel tudjuk ezt a törvényjavaslatot tárgyalni, és ezzel lehetőséget biztosítottak a benyújtók számára arra, hogy módosítóindítványokat tudjunk befogadni, de ezzel együtt is jövő héten, hétfőn el tudjuk fogadni ezt a törvényt a végleges formájában. Ez azért is fontos, mert ennek a törvényjavaslatnak van egy olyan része, amely a társasági adókedvezményekre vonatkozik, amelynek a sorsa még nem dől el véglegesen a parlamenti szavazáson, hiszen ez Európai Uniós hatáskör. A társasági adó tekintetében bevezetendő változásokat az Európai Bizottsággal is egyeztetnünk kell, az pedig még hosszú hónapokat vehet igénybe. Tehát annak érdekében, hogy a most önök előtt fekvő törvényjavaslat, reményeink szerint ennek az elfogadását követően év végéig le tudjuk folytatni azokat az egyeztetéseket az Európai Unióval, amelyek a jövő évi teljes hatályba lépéshez elengedhetetlenül szükségesek. Nézzük néhány részletes pontját a törvényjavaslatnak, amely rendkívül fontos lehet gyakorlatilag, ahogy említettem, a sport valamennyi területe számára. A személyi jövedelemadó törvényt módosítjuk annak érdekében, hogy adómentessé váljon ismét a kisértékű kupák, érmek és serlegek adományozásának a lehetősége. Ugye arról van szó, egy korábbi rendeletváltozásnak, egy korábbi törvényváltozásnak a következtében azok a nyeremények, amelyeket szabadidő és versenysport alkalmával az eredményhirdetéseknél adnak kupák, érmek, serlegek, ezek személyi jövedelemadó kötelessé váltak. Ez nem is értjük igazából ennek a korábbi javaslatnak a bevezetését, szeretnénk ezt megszüntetni és visszatérni ennek az adómentességéhez. Ahogy beszéltem, a társasági adó kedvezményt érintő jelentős változásokat készítene elő a törvényjavaslat, melynek következtében a társasági adóból a hazai vállalkozások, és itt kifejezetten a törvényjavaslatból kihagyni javasoljuk az állami vállalatokat, mert szeretnénk a piacról forrásokat gyűjteni, és szeretnénk ezen az adótámogatáson keresztül a sportpiacot, a sportgazdaságot megteremteni Magyarországon, mert ez a mai napig nem tudott kiépülni, sőt, jelentősen leépült a rendszerváltozás követően. Szóval ezektől a társaságoktól a társasági nyereségadójuk 70%-ának erejéig érkezhetnek támogatások a sportba. Ezek a támogatások, ezek közvetlenül a látványcsapat sportágban, az 5 látványcsapat sportágban működő sportegyesületekhez, klubokhoz érkezhet, de érkezhet egyébként a szövetségekhez is. Azért tartottuk fontosnak mindkét irányt, mert abban az esetben, ahol a kis csapatok, és itt már az általános vitára történő alkalmasság során megfogalmazott kritikák között ezek szerepeltek. A kis csapatok esetében a szövetségeken keresztül, elsősorban utánpótlás területén lehet igénybe venni ezekből az adókedvezményekből. Itt mindenképpen javasoltunk és jónak találtunk egy olyan limitet bevezetni, amely nem teszi lehetővé a korlátlan támogatást. A csapatok működési költségeinek 50%-át erejéig,
viszont az utánpótlás támogatásának 100%-a mértékéig javasoljuk a törvényjavaslatban az adó támogatás igénybevételének a lehetőségét. Ahogy említettem az iménti bevezetőimben, nagyon fontos a hazai sportlétesítmények állapotának javítása, ezért azt gondoltuk, az a helyes, ha ez az adótámogatás igénybe vehető a sportcélú beruházások támogatására is. Itt a javaslatunkban 80% szerepel ezen a soron. Egy másik nagyon fontos kérdés, amelyről sokszor beszéltünk, de érdemi előrelépés nem történt az elmúlt évek során, ez az anomália, illetve annak az anomáliának a megszüntetése, amely a sportolók alkalmazása terén volt tapasztalható. Mindannyian tudjuk, és tisztában vagyunk azzal, tisztelt képviselőtársaim, hogy a csapatsportokban, de egyébként az egyéni sportokban is a sportolók különböző színlet szerződésekkel kerültek alkalmazásra. Különböző marketing szerződések, olyan jogviszonyok, amelyek a sportoló mint reklámeszközt használták fel, és a sportegyesület támogatásait próbálták becsatornázni, gyakorlatilag bérre és fizetésre fordítani. Ezeket szeretnénk megszüntetni azzal, hogy az egységes közterviselési hozzájárulás lehetőségét a sportolók számára is megnyitnánk. Ez egy olyan lehetőség, amely a tisztáramosása, a tisztítása, a sport területének a kifehérítése terén jelentős előrelépéseket hozhatna. Azt gondoljuk egyébként, hogy ez a költségvetés számára nem kiesést, hanem még bevételi többletet is hozhat. Nagyon fontos része az illetékmentesség. Azt gondoljuk, hogy a sportberuházásokat azzal is támogatni kell, hogy ha illetékmentessé tesszük azokat az ingatlanvásárlásokat, amelyek sport célú beruházásokat képesek megalapozni. Itt is igyekeztünk kikerülni azt, hogy ezt visszaélésre használják fel a törvényjavaslat elfogadását követően. Épp ezért javasoljuk azt, hogy csak abban az esetben lehessen élni ezzel a lehetőséggel, hogyha 15 évig a beruházás sport célú üzemeltetését és működtetését biztosítani tudják. Nagyon fontos kérdéseket próbáltunk rendezni ezzel a javaslattal. Igyekszünk még különböző módosításokat tenni a jelenlegi közalapítványi rendszer átalakításával, és azoknak az ígéreteknek megfelelni, amelyet a választási kampányban is tettünk, és amely a Nemzeti Együttműködés kormányának deklarált célja, hogy egyszerűvé, átláthatóvá tegyük a sportfinanszírozásokat. Ennek érdekében szeretnénk azt megteremteni, hogy egy csatornás finanszírozás valósuljon meg, ne maradjon fenn az az állapot, hogy egy sportolónak vagy egy edzőnek 4 vagy 5 helyről kelljen különböző ösztöndíjakat és támogatásokat felvenni. Ezért szeretnénk az ösztöndíjrendszert, a sportolók és az edzők ösztöndíjainak rendszerét egy helyre a Magyar Olimpiai Bizottsághoz telepíteni. Természetesen ezek a változások nem érinthetik a most működő rendszert, nem csökkentik a támogatások mértékét, sőt, szeretnénk megteremteni az átláthatósággal és az egycsatornás finanszírozással azt, hogy a következő években jelentősen növelje a kormány a sportra nyújtott támogatásokat. És végül szintén egy nagyon fontos rész, amely a mindennapos testnevelés bevezetését teszi lehetővé. Sokan felvetették azt is a bizottsági üléseken, nem értik, hogy miért nyújtottunk be először egy törvényjavaslatot, majd azt vontuk vissza, és végül nyújtottuk be az önök előtt fekvő TÉPER 573-as ajánlási számon szereplő új indítványunkat. Éppen azért nyújtottuk be ezt az új indítványt, mert kibővítettük a korábbi javaslatainkat. Néhány az imént említett a finanszírozási rendszer átláthatóságát és egyszerűsítését célzó intézkedéssel, illetve a mindennapos testnevelés bevezetésével. A mindennapos testnevelés bevezetését illető javaslatainkhoz is érkeztek már most módosító indítványok. Eddig a pillanatig 30 ilyen módosító indítvány érkezett be, amiket a parlamenti információs rendszerről leszettem. Kaptunk különböző információkat, illetve javaslatokat pedagógus érdekképviseleti szervezetektől. Itt is megerősítem, nyitottak vagyunk arra, hogy mind az Oktatási Bizottság által felvett javaslatokat, mind a PDS és más oktatási szervezet, oktatásban érdekelt érdekképviseleti szervezet javaslatát
áttanulmányozzuk, és abból azokat, amelyek céljainkat szolgálják, mindenképpen támogatni szeretnénk. Szóval tisztelt képviselőtársaim, hölgyeim és uraim, szeretném azt, hogyha a parlamenti pártok mindegyike támogatná ezt a törvényjavaslatot. Szeretném azt, hogyha egy olyan döntés születhetne a záró szavazás során, amely egy nagy támogatással valóban egy a sport támogatási rendszer szempontjából történelmi jelentőségű törvény elfogadását tenni lehetővé a magyar parlamentben. Ezt kérem az önök segítő támogatását. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm szépen, képviselő úr. Megkérdezem, a kormány nevében kíván-e felszólni valaki 10 perces időkeretben? Igen, megadom a szót Czene Attila államtitkár úrnak. Öné a szó, államtitkár úr. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt képviselő urak. Igen, az előző parlamenti ciklusban konszenzussal elfogadott Sport 21 nemzeti sportstratégia sporttársadalmi gazdasági szerepével kapcsolatban az alábbi stratégiai jelentőségi megállapítást, jövőképet fogalmazta meg. Ideális esetben a sportolás kiemelt szerepet játszik a fizikai és mentális egészség megőrzésében, az egészségtudatos magatartás kialakításában. Kiváló életvezetési technikák és módszerek közvetítője, nevelés egyik legfontosabb eszköze, mely játékos formában vértezi fel megoldási készletekkel az ifjúságot, illetve lehetőséget nyújt az egyén önmegvalósítására. A stratégia adatai szerint a sportos életmódnak kimutathatóan pozitív hatásai lehetnek a gazdaságra és a társadalomra. A sportoló lakosság arányának 24%-ra történő növelése csaknem 6 milliárd forint megtakarítást eredményezhet csupán a táppénzkiadások terén. A sportgazdaság becsült árbevétele hazánkban évi 350 milliárd forint, mely a korábbi évekhez viszonyítva piacbővülést mutat. Az állami költségvetésben a sportszektorban nyereségesen működő cégek által 2,1 milliárd forint társasági adó, a sport felhasználás révén pedig 60 milliárd áfa kerül az állami költségvetésbe. A sportban foglalkoztatottak személyi jövedelemadója meghaladja éves szinten a 10 milliárd forintot. A sportágazat ezzel nettó költségvetési befizető, a nemzetgazdaság bevételének 0,9%-át termeli ez a szektor. A vállalkozások több mint 25 ezer embernek adnak főállásban megélhetést, és a sportban foglalkoztatott személyek száma is jelentős 23 ezer fő. Ez is a nemzetgazdaság összes foglalkoztatatjának egyébként a 0,9%-át teszi ki. Jelenleg viszonylag kevés az olyan sportot ösztönző kedvezmény, vagy támogatás, amit az ágazatban tevékenykedők igénybe tudnak venni. Hiányoznak a sportpiacot élénkítő, a hátrányos helyzetű rétegek sportolását segítő megoldások, a sport szponzorálását vállalók köre igen változó, a szponzorációs gyakorlat a nemzetközi mintáktól lényegesen eltér. Az előző ciklus és az előző évtizedek sportpolitikája a helyzet felmérésig eljutott, megoldási javaslatokkal azonban nem szolgált. Ez az új törvénymódosítás adó és illetékkedvezményekkel ösztönzi a piac szereplőit, magánszemélyeket a sport támogatására, miközben kedvezőbb adózással, adókulcssal is segíti a sportolókat és sportszakembereket. Ez a komplex javaslat az évtizedek óta forráshiánnyal küzdő sportszféra gazdasági élénkítését, a sportszférában foglalkoztatottak jövedelmi adózási helyzetének kifehérítését szolgálna. A törvényjavaslat másik stratégiai jelentőségű, a heti 5 kötelező testnevelési óra bevezetését segítő, tartalmában tehát egymásra épülő rendelkezése a TAO módosítási javaslatnak, hogy tárgyi eszköz beruházásnak minősül, a helyi önkormányzatnak a sportról szóló törvényben foglalt feladatainak ellátását biztosító beruházás, valamint a közoktatási vagy felső oktatási intézmény tornatermére, tornaszobájára, sportlétesítményére irányuló beruházás felújítás. Szintén a stratégia tartalmazza azt a megállapítást, hogy a társadalom véleménye szerint a sport minden területe, így az iskolai testnevelés is kiemelkedő fontosságú. Ugyanakkor a közel másfél millió diák többsége kizárólag iskolai keretek között, testnevelés órán, illetve tanórán kívüli sportfoglalkozásokon végez rendszeres testmozgást.